A szabály az, hogy minden rendes testmozgás vagy verseny bemelegítéssel kezdődik. És nem volt ez másként az ötödik alkalommal megrendezett malacfutás nevű rendezvényen sem. A szervezők az összefogás fontosságáról is szót ejtettek, hiszen a város, az atlétikai klub és a civil szervezetek is segítették a lebonyolítást. Hosszú évek óta megrendezzük a szilveszteri malackergető futást. A malackergetést nagyon szeretik az emberek, hiszen az atlétáink közül beöltöznek malacnak páran, és ez nagyon érdekes. Azért is jó ez a program, mert szilveszterkor összejönnek egy kicsit az emberek, este más megint buli, de délelőtt egy kicsit beszélgetünk, egy kicsit futunk, és az idei alkalommal egy önkormányzati pályázatnak köszönhetően összeget is tudtunk mellé csatolni, tehát most az Atlétika Klub Bonyhád a főszervező, az önkormányzat ugyanúgy társszervező, és nagyon sok segítőnk van, aminek örülünk, és hálásan köszönjük, hogy így meg tudjuk szervezni. A táv körülbelül 2020 méter jelképesen. Egy kicsit most talán nehezebb lesz a pálya, innen az új helyszínről indulunk, ugye a Művelődési Központ mögötti új térről, és föl kell futni a Sándor utcán, ez egy kicsit meredek lesz, de a lezárás miatt most ez volt a legegyszerűbb, aztán meglátjuk, hogy jövőre ki tudunk-e valami könnyebb útvonalat találni. A közel 200 résztvevő izgalommal várta a rajtot, ám amíg erre sor kerülhetett, fodótával, vislivel és gyerekjátékokkal várták az indulókat. Bonyhádról alapvetően elmondható, hogy egy sportos város. Ugye a szilveszteri malackergető futás most már hagyományosan, azt hiszem, hogy 5. alkalommal lett megrendezve. De beszélhetnénk itt az elmúlt hétről is, amikor a teremtornák tömkelege volt a városban. Minden, ami sport, én azt gondolom, hogy segít a gyerekeknek a tudatos nevelésében. Ugye én is a saját gyermekeimmel jöttem most el, minden alkalmat megragadunk arra, hogy tudjunk sportolni. Lehet az futás, lehet az foci, lehet az kosárlabda, teljesen mindegy, hogyha elmegyünk az úszodába, vagy a szaunába, és egy jót mozogni, sportolni. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy mit sportol az ember, csak a gyerekeknek példát mutasson. 5, 4, 3, 2, 1, A mezőny vége még valahol a városban kocogott, mikor a profik már megérkeztek a célba. Volt, akinek csak mozgás volt ez a mai nap, volt, aki a felkészülés részének tekintette. De a lényeg az együttlét, a mozgás örömének élvezete volt.